nyugga, víz tükrében lobog a tűz. Újra érzem azt a forró nyári délután, mikor a szerelem újra rám talál. Este a partnál vártalak, itt vagyok, utasd magad, aztán együtt úsztunk a Dunában, pedig nem azt a fürdőn a drágot. Vártam, hogy itt legyen. Átadülünk, élvezem, hogy nincsen semmi dolgom a nyárra. Talán elmegyek egy fesztiválra, bogozni, bort nyelni, részeges átkat keresni, de a más találók, az se baj, a jó társaság engem nem zavar. És egy függő ágy a sziget csúcson, megtalálsz, ahogy csillagfényes éjszakákon. Az emlékeimet palacba zárom, a jövő nyáron megtalálom, a jövő nyáron megtalállak, és újra éljük ketten együtt, jövőre is ugyanitt várlak. Lobog a tűz, újra érzem azt a forró nyári délután, mikor a szerelem újra rám talál. Este a partnál vártalak, itt vagyok, mutasd magad, aztán együtt úsztunk a Dunában. Sziasztok, fiúk, akiknek nem tudjuk a vércsoportját. Itt az interjú előtt megbeszéltük, hogy ezt most nem fogom megkérdezni tőletek. Viszont egy picit izgultok, hogy milyen itt színpadon állni közönség nélkül. Ugyanis már ismert zenekar vagytok gyakorlatilag. Milyen múltja van a zenekarnak? Meséljetek egy picit. Hát azért azt nem mondanám, hogy annyira ismert zenekar vagyunk. Hát mi egy ilyen gitármánia zenekar vagyunk, tehát hogy mi a gitármánia táborban alakultunk. És most már lassan egy éve lesz, hogy dalokat adunk ki, jelenleg 5 dalunk van kin, és hát azért egy olyan 80 főt már meg tudunk mozgatni Budapesten. Körülbelül, igen. Igen, szóval ők már kisegítik, hogyha én nem tudok énekelni, vagy elfelejtem a szöveget, így ez most meg már itt ez nem lesz sajnos. Ugye a ti stílusotok feltörekvő alternatív ska punk buli zenekar. Jól hát mondtam, ez a hivatalos? Igen, jól mondtad, ez a hivatalos, de most ezt már lassan meg kell változtatnunk már, mert a ska punkot, vagy hát a punkot azt valamennyire azért megtartjuk, de a ska az már talán egyre kevésbé jellemző ránk. Most már inkább azt mondjuk, hogy ilyen alternatív, populáris rockzenekar, ami egy ilyen furcsa kombó, de talán ez, ami legjobban megfogja. Ilyen minden egyvelege. Tehát van ilyen kocsmarok, meg ilyen sima, valamiben még a ska kicsit benne van, de inkább pop-punk számunk is van, szóval ilyen minden. És hogyha kedvenc hazai alterzenekart kellene mondani, akkor kiket mondanátok? Most nekem kéne mondanom? Mind a ketten mondtok. Hát az a baj, én nem nagyon szeretem az altert igazából, csak amit mit csinálunk, azt szeretem. Tehát akkor te nem, vagy a saját példaképetek. Hú, ezt nem mondhatok ilyen zenekarokat, de nem. Bármit mondhatsz, én nagyon szeretem a Moszkva teret, az most utánunk fog jönni. Együtt is koncerteztünk amúgy. A Moszkva teret is nagyon szeretem, az Esze Tamást, pécsi zenekar, Waiting Room, ők testvérzenekarainknak mondhatjuk őket, szoktunk velük koncert, Kvaterka, igen, őket is, nekem ők a kedvenceim. Beszéljünk egy picit a logótokról, ugye az egy citromot akar megformázni, miért pont citrom?
Szerintem akkor ki kell térnünk először arra, hogy miért lettünk Dr. Kotász. Mi azért lettünk Dr. Kotász, mert amikor lementünk a Gitármániába, akkor még úgy mentünk, hogy ez a gitárosunkat Botosnak hívják, és Botos bulizanakaraként mentünk le. Akkor én még nem ismertem, vagy már ismertem a Gergőjéket, de még nem zenéltünk együtt. Igen, és az volt, hogy amikor már kicsit mondjuk így be voltunk tintázva, akkor úgy kerestük mindig a másikat, hogy a Tanú című filmek a végén van ez, amikor üvöltik, hogy Dr. Kotász, amikor fel akarják akasztani a főszereplőt, a Pelikán elvtársat, és mivel mindig ezt orribáltuk, volt egy gyerek, aki odajött a Botoshoz, hogy amúgy téged, te tényleg doktor vagy, és hogy Dr. Kotász a neved. És akkor az Ákosnak ez nagyon megtetszett, és akkor így mondta, hogy basszus, hát ez miért nem a Dr. Kotász a nevetek? És akkor az lett a nevünk, és amúgy, amit akkor felvettünk első számot, akkor abban már az Ákos szerepel, csak úgy, mint orribátor, tehát ő csak egy orribátor. Háttér orribátor voltam. Na és akkor a citrom? Ja, bocsánat, igen, és a citrom, meg nyilván a Tanú című film miatt, ugye a magyar narancs, tehát hogy ezért ez a ilyen logikai összekötése. Ülök a szobámban, várom az ügyletet, látom az ablakból valaki integen. Üres a kis körút, töltsük meg élettel, hiába minden is valahogy elnik el. Valahogy úgy, hogy majd emlékezzenek rám. Úgy ki is volt, aki csak énekelte tovább. Hogy a pop meg a rock, de az alter az jobb is. Mi van akkor, hű én énekelek? Mi van akkor, volt itt egy ilyen nagy nyárzáró, túrázós, vadkempingezős, nyárbúcsúztató videoklipetek. Nagyon, tehát utálunk, hát nézhetett. Ezt nézem, hogy úristen, hogy készültünk ilyen komoly interjúra. Hittem, hogy... Jó, azt mondtátok a vércsoportot, nem kérdezem, de minden más lehet. Én azt hittem, hogy lejövünk, és jó, hát milyen volt az út, hogy érzitek magatokat, stb. Igen, van egy klipünk, a Szigetcsúcs című számhoz készült, ami ugye a Dunakanyarban található kis helyszín, ahol gyakran lejárunk vadkempingezni, és akkor ez így megikletett egy számot, és igazából ugyanazt csináltuk, mint eddig, lementünk vadkempingezni, iszogattunk, tákoltunk ilyen stéget magunknak ilyen matracokból, az volt a fishing vízi színpadunk, tehát valamilyen szinten azt a... Szigetcsúcs vízi színpad. Igen, azt az álmot megvalósítottuk kicsiben, és ezt levideóztuk, és ez a videóklipünk. Meg még az Álom az élethez volt egy stúdióklip. Igen, de az így stúdióban, mert a dobosunk, az Ádi, ő egyébként elég ügyes fotós is, meg szokott videókat is csinálni, és akkor így a stúdiónapot felvette. Na de hogy akkor nem menjek ennyire mélyen a zenekar életébe, ugye budapestiek vagytok, milyen volt az út ide Nyíregyházára? Jó volt, szokott. Ákos reppelt Majkát. Igen. Igen. Volt egy ilyen rész is. Igen. Megálltunk a kúton a hotdogot enni. Ilyen tipik turné feeling volt. Annyi, hogy még én hoztam ukulelét, akkor ukuleléztünk. Mondtam nekik, hogy írunk valami számot, de nem voltak partnerek. De írhattatok volna meg közben, akkor le is forgathattátok volna azt a videoklipet. Igen, egy ilyen tök jó volt. Hozzá kell tenni, hogy ötten jöttünk egy Toyota Corollába, tehát nem volt azért olyan turnébusz feeling, de jó volt. Jó volt az út. És melyik számot rappelted? Mi a címe? 90-es év. Igen. Az na, előadod nekünk most itt is, csak egy részletet belőle. Nem. De csak egy picit. Nem, majd lehet a színpadon nyomok belőle egy kicsit. Nem, úgyse fogod most egy kicsit. Nem. Akkor lehetséges esetleg, hogy mondjuk 10 év múlva, hogyha még együtt lesz a banda, akkor Majka előzenekarra lesztek, ott fogtok fellépni? Szerintem simán benne van. Tehát miért ne? Hát ha nem veszik a műfai különbségeket, akkor előfordulhat. Na de akkor, hogyha picit komolyabban nézzük ezt a dolgot, 10 év múlva hol szeretnétek tartani? Melyik színpadot akarjátok meghódítani? Melyik országot? Melyik csapat előzenekara lennétek? Vagy egyáltalán 10 év múlva, ha így leülünk, miről beszélgetünk majd? Ez azért nehéz ilyen nagyon ilyen exakt, ilyen nagy célokat kitűzni, mert sose voltak nagy céljaink, meg ugye nekünk az egész zenekar az úgy jött, hogy szerintem már mindenki egy olyan zenekarba, vagy olyan próbálkozásokból jött, hogy már nem volt az, hogy bármilyen elvárás, vagy bármilyen, nem csak így összeültünk, jó volt a kémia, nagyon örültünk egymásnak, hogy végre sikerül. Tehát alapból mi azért alakultunk, mert már megszűnt így a Kotász-féle dolog, amit csináltunk így a Botossal, és az Ákos engem felhívott, hogy de hát amúgy ez tök jó dolog, és tudja, hogy van még egy szám, és hogy írjunk már még egyet, és akkor jöhetnénk Öröm a zenére. Ez volt egy éve. És végül felvettünk egy számot, két számot, nagy sikere lett, és most jutottunk el ide. Igen, tehát, és nem... az annyira
rápörögtek az események, hogy el is felejtettünk öröm a zenére menni, mert ez volt tavaly február környékén, és akkor gondolkodtunk, hogy ilyen április környéki öröm a zenére jelentkezünk. Hát most végül is eljutottunk ide, mert ott aztán voltak koncertek, a Gergő elvállalt nyáron koncerteket, 45 perces műsoridővel, amikor volt még 3 dalunk készen. Azt hogy oldottátok? Igen, azóta nem én menedzselem amúgy a koncertszervezőséget. Egy hét alatt megírtuk, amit meg kellett, és akkor úgy sikerült összepróbálni még. Na de akkor végül is 10 év múlva hol szeretnétek tartani? Pedig eddig már 3-szor kikerültük a kérdést, de hogy még valahogy mindig... Hát nyilván azért itthon szerintem minden zenekar azért a Budapest Parkra vágyik, meg szeretne. Én például nagyon élvezem ezt, hogy a klubokban közel van a közönség, úgyhogy nem tudjuk szerintem, majd valamára megyünk. Lányok, akikre vágyok, talán egyszer megtaláltok. Vászontáska, bőrödatya, remélem együtt megyünk haza. Portpiercing és patikolj pólók, látom alatta nincs melltartó. Nem baj egy gonddal, kevesebbnél a póló alá is kell az léta. Beugrunk a fogóba, mint állatok, 70 óta ez nem változott. Hogy fekérenek tetszolni, azt várhatod, de a fejemben nézem már a lábdobot. Akikre vágyok, talán egyszer megtaláltok. Vászontáska, bőrötya, remélem együtt megyünk haza. Halter lányok, akikre vágyok, talán egyszer megtaláltok. Vászontáska, bőrötya, remélem együtt megyünk haza. Lovasi András a szerelmed, ma este én leszek a B-terved. A fröccsör állom, itt a dohányom, tekeredsz belőle, én nem bánom. A fishing bérleted is megveszem, neked bármi, kedvesem. Halter lányok, akikre vágyok, talán egyszer megtaláltok. Vászontáska bölgötja, remélem együtt megyünk haza. Halter lányok, akikre vágyok, talán egyszer megtaláltok. Vászontáska bölgötja, remélem együtt megyünk haza. Amikor először a szemedbe néztem, eltakarta a frufrud. Szépen lassan elsöpörtem, és mind a ketten tudtuk. Ennek a történetnek a vége egy üres rozé mellett. Szépen lassan elfülejtjük, de tudtuk, hogy ez kellett. Halter lányok, akikre vágyok, talán egyszer megtaláltok. Vászontáska, bőrötya, remélem együtt megyünk haza. Beugrunk a fogóba, mint állatok, 70 óta ez nem változott. Hogy fekérelek tetszolni, azt várhatod, fejemben nézem már a lábdobot. Beugrunk a fogóba, mint állatok, 70 óta ez nem változott. Hogy fekérelek tetszolni, azt várhatod, fejemben nézem már a lábdobot. Fejemben nézem már a lábdobot, fejemben nézem már a lábdobot. A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.